Csőszök, én Baga vagyok, és beszeretném mutatni a World of Warcraft nevű játékot, azon belül a Wrath of the Lich King kiegészítővel. Na, World of Warcraft, WoW, hát szerintem szinte mindenki tudja, miről van szó, aki nem, az most már megtudja. Ez egy MMORPG, amit a Blizzard csinált még anno 2004-ben, és azóta megy. Jó pár éve, 8 éve, úristen, nagy régi játék. Szóval, persze fejlődik azóta minden. Na, a nagy, hú de nagy történet az körülbelül annyi, hogy az elején, hogy amit tudni kell, hogy van a horda, ork, undead, tauren, troll, blood elf, és van az alli, a human, dwarf, night elf, gnome, meg a dranei. Na, ezek így a horda és az alli egyértelműen egymás ellen vannak. És hát most a videó első részében így a fejlődés, meg így ezeket fogom bemutatni. Másik részében így a, amikor már level 80 a full szinten van a emberke, hogy milyen a játék, azonból is a PvP-t, meg a PvE-t. PvP az játékos vs játékos, PvE a játékos így a bosszok ellen, meg így a szörnyek ellen. Na, akkor nézzük, mi is legyek. Lesz akkor, legyen egy ilyen tauren, ilyen boci. Na, legyen druid, mert most druid lesz, vagy inkább Hunter, mi legyen? Druid Hunter, Shaman. Druid Hunter, Shaman. Na jó, legyen egy Shaman. Megcsináljuk. Ami Blood Elf lesz, de abban nincsen Shaman. Szóval, legyen, ebből itt mi a gyors, ami pörgős. Legyen Warlock. Még azt még jó is, azt még szeressük is. Na szóval, kinézet hogy legyen. Ha. Nem, ez így nem jó. Szakáll az jó. Haj, hú, Isten, milyen hajok vannak itt, ezeket mind utálom. Bagoly. Kettő, mert az egy az már foglalt. Na. Na, itt bemutató, ezt átugorjuk. Szóval itt vagyok én, mint Blood Elf Kölke, Bagoly Kettó. Skillbor, táska, karakter. Hú, most így az elején nem kell túl sokat tudni. Ja, itt van egy kortárs. Na, hát nem, ő már level 26-os. Na, itt van mindenki, itt pörök, fú, de jó cuccai vannak, nekem meg semmi. Na, küldetés. Felveszik az első küldetést, mi legyen, Warlock Training, vagy az nem tudom mi. Felvesszük ezt, meg a Warlock Traininget is. Na, itt egy paptárs, meg egy Palladin, meg egy Palladin, két Palladin is van egyből. Hát ez milyen már, milyen rendszer. Na, szóval, az egyik quest küldetés annyi volt, hogy felveszem és leadom máshol. Le is adom most én itt, és lépek egy szintet. Ó, de jó nekem. Kicsit lejjebb veszem a hangját, mert lehet hangos lesz a videóban, amikor felrakom. De remélem nem, azt nem hallok semmit, mert az kicsit gáz lenne. Na, szóval meg kell ölni 6 ilyen mana nem tudom mit. Elég ronda dolgok, ilyen lebegő kígyó, na azt ki kell nyírni, lebegő kígyók. Angolna. Ja. Na, akkor ezt így felrakjuk. Ilyen Demon Skin, ez ad armort, és szóval kevesebbet ütnek belém. Most ez ilyen varlok, ez egy nagyon varázsolós kasszóval, most varázsolgatni fogok, és nem darálok a boltával. Na, szóval Shadow Bolt. Elkezdjük lőni, és hát megy le az élete. Miért nem menne le, hogyha lövöm? Na, ez csak ilyen klot, ilyen anyag, vagy nem, ilyen pamut dolgokat tud felvenni, úgy mondom. Mert ez egy ilyen kasztélyon varázslós, azok ilyet tudnak. Viszont a Warrior azt tud mindent, ilyen láncot, meg vas, meg minden vacak. Na, léptem egy szintet. Megint olyan klott. Szervek vannak, meg ilyen láncuccok, hát ezekkel nem érek túl sokat. Na, lőjük tovább a népet. Na. Amúgy ebben a játékban vannak ilyen szakmák, ilyen kovács, meg
mik vannak, kovács, bányász, ilyen herbalist, az ilyen növényekkel foglalkozik, gyógynövények, inscription, az ilyen író, meg mik vannak, nem is tudom már így mik vannak. Ja, javelin craft, ékszerész, ilyen különböző ilyen köveket csinálnak, kerősítik a ruhádat, szóval téged is erősítenek. Engineer az ilyen, mi az, fú, várja, engineer, gépész, ja, ilyen motort csinál az engineerre, azt tud, meg ilyen szemüveget, ilyen sisakelt, ilyen szemüveg, és ilyen zoomolós, nagyon kemény a gyerek, azt bírom. Hát, vannak ilyenek, szóval, lehet most így unalmasnak tűnik, de amúgy, hogyha már megvan a megfelelő szint, akkor persze teljesen más lesz az egész. Na, egy táskát kidobott, ez jó lesz nekem, hogyha majd venném fel a cuccokat, de nem veszem. Na már csak egyet kell megölni. Azt is megöljük gyorsan. Most az elején nincs túl sok képesség, mert ráadásul pénz sincs. Mert milyen lenne, mert még kicsi vagyok egyébként. Szóval... Úgyhogy, na ott ugrál egy társ. Nagy társ, azt se tudom ki az. Majd ráköszönök, vagy mégsem, inkább nem. Végén meg elkezdünk magyarázni, és annyi van a videónak, mert kimagyarázom neki a világot. Szóval, megyünk, és király. Na most futás vissza, leadjuk a küldetést. És így a fejlődős részt, azt így ennyiben is hagynám, mert most ha elkezdek így nektek fejlődni, akkor az most jó hosszú lesz. És nagyon nem fogtok neki érülni, hogyha most 20 percen keresztül csak így pofáznék így a semmibe, főleg, hogy csak fejlődök. Na, leadjuk a küldetést. Jaj, ki kell válaszolni, hogy melyik, mi a jutalmunk. Van egy ilyen mail cucc, ilyen lánc, azt persze nem tudjuk felvenni. Meg van a klot, amit mi fel tudunk venni. Kapunk még hozzá 6 sealert, ezüstöt, pénzt. És 100 experience-et, tapasztalatot. Itt van a csík, hogy experience. És léptem is egy szintet. Felveszem az övet, és spuri arrébb. Gyorsan eladjuk a cuccokat, amiket felszedtem. Ezt, így mindent eladunk. Felesleges most nekem. Amit tudok használni, azt már úgy is felvettem. És megyünk tanulni képességet ide. Warlock trainerhez, vannak ilyen emberkék. Tőlük tudunk eltanulni képességeket. Na nézzük. Ezeket majd még bemutatom, hogy féle működik, mihogy. Aztán majd lépünk tovább a full szintes, amikor már nagy szinten áll a karakter dolgokra. Szóval, na, azt keresünk egy normális szét szörnyet. Itt van ez a Curse of Weakness. Ez azt csinálja, hogy kevesebbet üt a szörny belém, amikor harcolok. De ezt most nem fogom megmutatni. Van ilyen a Corporation. Na, az én átok. Rálövöm, most még nem sebez semmit, és aztán elkezdi sebezni őt. Immulét, az ilyen, hogy rárakom, sebzi, és folyamatosan sebzi. Az ilyen képességet hívják úgy, hogy dot, ilyen átok. Na, és akkor most így a fejlődés ennyi is lenne, amit most így bemutattam. Na, akkor lépjünk tovább. Na szóval, mint mondtam, a videó első részében a fejlődésről van szó. A másik részében viszont már a fejlődés utáni eseményekről, amikor már full szinten vagy, és hát, és erről. Például a PvP, a PvE. Hát most a PvE jön, szóval a játékos vs boss, amikor megyünk és boss-t aprítunk. Na, ez a karakter ugyanúgy egy hordás, egy élőhold, undead warrior. Hát látjátok, hogy két szép nagy fegyver van a, hát most már kezébe. Na, hát majd ezzel fogok kapítani egy pár percet, aztán meg majd megyek át a PvP-re. A PvP-s karja az Alliban van, egy Gnome Death Knight. Na, akkor hát jelentkezzünk be. Ha nem hív be egyből, akkor jön egy vágás majd, és majd ha bent leszek az Instába, a bossnál, akkor majd onnan folytatom. Na szóval, itt vagyok egy Insta bejáratánál, most jöttünk be éppen ebbe a szent pillanatba.
5 fős, 5-án vagyunk. Hát akkor megindulunk a halálunkba, mert elég béna vagyok, most így fél év kihagyás után. Eléggé le kellett venni a grafikát, ugyanis akadt a Fraps, meg a játék, meg a videók is, amiket csináltam. Ilyen elég érdekes kombó. Már én is kombózok, nem már. Na mindegy, szóval minden akadt, ami elképzelhető volt, és megakadályozta, hogy vegyem a videót úgy, ahogy kéne. Szóval most eléggé levettem. Hát majd az akadás eléggé fog látszani a PvP-s résznél, sajnos. Na, de ott az a nagy dolog, a boss, ezek már az előtte lévő kis faszkok, amiket le kell csapni. És mivel én vagyok itt a HP 20-ára, ezért az én dolgom az, hogy hagyjam magam lényegében üttetni. Mert nekem a legnagyobb az életem, a legnagyobb a védekezésem, de túl jó, túl nagyokat ütnek a többiek ahhoz, hogy meg tudjam tartani őket. Szóval ő kap egy ilyet, ez csökkenti ezt a dolgot, hogy én most megszívom. Mik vannak még itt? Át azt ott sunyiba, nehogy sok jöjjön rám túlságosan. Mert akkor úgy megszívom, ahogy kell. Ahogy nem szokás. Nagyon-nagyon-nagyon csúnyán. Mert általában úgy szoktam, hogyha én megszívok valamit. Na, ezeket itt leapítsuk, addig vágás. Na szóval, itt ledaráltunk mindent, nagy nehezen, mert, mint mondtam, béna vagyok. Mindjárt jön a boss. Na, itt a boss. És, neki is mentem. Hú. Nem véletlen, már meg akarjuk ölni. Üssük, és a többiek ütik. Szóval én vagyok a tank. Nekem arra kell ügyelni, hogy engem üssön, ugyanis nekem a legtöbb az életem. És a védelmem nekem a legnagyobb. Én vagyok egy tank. Van három ilyen, aki üssük. Ők a DPS, úgy hívják őket. Rövidítés. Hát így a damage perszák, nekik az a lényeg, hogy damage-eljenek, szóval így hívják őket. És van a healer, aki tölti a tank életét. Na, le is ütöttük ezt a boss-t. Na és akkor go a kövire. Na szóval, itt van a következő, amit le kell csapni. Ez lesz a videóban az utolsó boss, amit lecsapunk. Na, neki rohanok, elkezdem darálni, és jönnek a többiek is, hagyj pörögjön már gyorsan. Szóval, igen. Amúgy ilyesféle fajta van. Amúgy sokféle van, csak ez most, az az instant, amit kifogtunk, ez most pont olyan, hogy csak állunk, és üssük. Mert amúgy van olyan, amikor ilyen taktikás rohangászó ide-oda, fú, olyan izé van, hogy jaj, ez meg elmászik rólam, na gyere csak vissza. Olyan taktika van, hogy nagyon nehéz, meg minden ott már tényleg az kell, hogy überkocka legyen, na jó, nem, csak figyelj oda, hogy mit kell csinálni. Szóval eddig figyelős játék, a most így nem nagyon látszik, mert annyit lát az emberke, hogy max ugrál a karakter, meg hogy egy rakásszám ugrál fel, és valami kifekszik, vagy én fekszek ki, vagy ők. Szóval most körülbelül ennyi látszik az egészből. Na. Hát akkor... PvP. Na. Szóval. Ott tartottunk, hogy PvP. Na. Szóval, player, ilyes player. Na, itt van az én gnóm DK-m. Ott ül a fehér lovon. A pont nem szőke, és nem is herceg. Na, az a lényeg, hogy player vs player, hát a PvP úgy zajlik, hogy vannak ilyen battlegroundok, arénák, különböző kijelölt helyek, ahol lehet apítani a másikat. Na, most egy ilyenre bejelentkezünk, és ha behív, akkor menjünk apítani. Na, szóval behívott egy battlegroundra, de majd ha nem túl nagy probléma, akkor én majd így ugrálni fogok így a battlegroundok között. Videóban, mert van olyan, amit nem tudtam túl jól felvenni, szóval teleakadt a Fraps a videó miatt. Minden baja volt, akadt össze-vissza, és bezony, az egyiket nem is tudtam normálisan felvenni, mert írtatlanul akadt. Szóval itt lesz, hogy 2-3 ilyen spéci battleground, amit mutatni fogok. Lehet inkább csak 2, na ott egy csáóka. Na, szóval... Többféle lesz, többfélét mutatok. Na, az meg elfutott. Ne fuss el, na mindegy. Szóval lesznek ilyen vágások. Ja.
Ennek a Battlegroundnak a lényege az, hogy zászlókat kell lopni és elvinni, hát Capture the Flag, el kell vinni a saját zászlónkhoz. Hát még nem mondtam el, de ez a lényege. Egy beakítás is lett, amit kikapcsoltam az Fraps-et előbb, de megint akadok, remélem a videó nem fog beakadni, mert akkor én nem tudom mit csinálok. Kivágom a gépet, már a harmadik... A harmadik, negyedik, ötödik videó akad be. Na, leöljük már meg azt a vackot. És nem ez, és ez. Fú, de utálom, amikor ilyenkor így immun lesz a dinja, nem tud megsebezni. És nem tudsz rám kezdeni, és feltöltik a saját életüket. És folyton ezt csinálni, ez úgy velem ilyen közben. Én meg itt állok, az éve 5000 életem, közben van alapból maximum 30, és megtolom. Nagyon jót látni, hogy jól kértem egy akkoratból, szóval leszoktam fél éve utolja, és meghalt, és túléltem. Mi az, hogy túléltem? Csicskák vagytok. Kit vagyunk 12 ellen, de akkor is. Na, darálják havert. Na, megyünk oda segíteni neki. Nehogy már. Mi vagyunk a királyok, nem úgy. Meg is halt. Meghalt. Volt, ennyi, nincs. Lenni vagy nem lenni? Neki nem lenni. De minél meghalt, mered rá a gyerek. Nem. Megint. De most meg. Haltam. Na jó, akkor most ugrunk arrébb. Na, ott van valaki. Darálja a havert. Kicsit darál, akkor megsz... de ez meghalt. Fenébe. Na, akkor focsunk tovább. Na, úristen, kettő a miénk, három az övéké, hát ebből lúz lesz. Már négy. Na, ott van egy, azt majd befoglalom súnyba, remélem nem lát meg senki is kezdel darálni, mert most elég gyércucom van ennek a karinak. Na most majd súnyba odaropózunk, és elfoglaljuk, hogyha nem akarnék ennyire a Fraps-től. Kicsit könnyebb lenne. Ott jönnek spanak. De itt aprítás lesz, hogyha ide jönnek. És pont én leszek itt, aki mindenki aprít. Na jó, menjünk tovább. Na szóval, ennyi volt a videó. Hát nagyjából minden lehet, amit akartam mutatni. Ez még mindig csak kis felük a WoW-nak. Látom, hogy most mindig bemutatni a videóba. Hát remélem tetszett, és kedvet kaptatok rá. Na, csősztök!